A Kavo ZRT által irányított és már 11 hitelintézetnél forgalmazott Széchenyi Kártya program részben az állami kamattámogatás révén lett napjaink legsikeresebb vállalkozói finanszírozási megoldása. Tehát a Kavosz rendezvénye, a Kavosz gyakorlatilag a Kamara és a Vosz közös részvénytársasága, amely a hitelkonstrukciókat igyekszik a vállalkozók érdekébe kifejteni. Mondhatnám az elmúlt 10-15 év legsikeresebb programja a Széchenyi Hitelkártya, amely 500 ezerrel indult, és most már elérte a 25 milliós nagyságrendet is. És a mai előadás nem csak a Széchenyi kártyáról fog szólni, hanem az útdíj hitelprogramról is, ami egy új lehetőség, hiszen a idén bevezetett útdíjakkal kapcsolatosan számos nehézség merült fel a vállalkozó forradó társadalomba, és ebbe is segítséget kívánunk nyújtani. Komárom-Esztergom megyében a befogadott igénylések száma meghaladja a 7000-et, több mint 5000 ügylet jött létre, aminek köszönhetően a megyében kihelyezett hitelek összege közel 33 milliárd forint. Én azt gondolom, hogy az egyik legsikeresebb termék a vállalkozók körébe, hiszen állami kamattámogatást biztosít, most már 11 fajta Széchenyi kártya létezik, ami különféle vállalkozói igényeket vesz figyelembe. Például folyószámlahitel, beruházási hitel, előfinanszírozási hitel, akkor agrár Széchenyi kártya, útdíjat lehet belőle finanszírozni, úgyhogy nagyon széles körű és nagyon népszerű. A beruházási célú hiteleknél március óta megemelte a kormány a kamattámogatást, így a Széchenyi beruházási hitelnél, illetve a két Európai Uniós kiegészítő finanszírozásnál most ez az 5%-os kamatszint, ez azt jelenti, hogy 2,9%-on, tehát 3% alatt juthatnak a vállalkozások forráshoz. Másik témája ennek az országjárásnak az Európai Unió elvárásainak megfelelően július 1-től bevezetett elektronikus megtett úttal arányos útdíj, illetve az ehhez kapcsolódó finanszírozás, ami egyértelműen a fuvarozó vállalkozásokat segíti. A fuvarozó ugye, amikor fölhajt az útra, neki előre ki kell fizetni nem csak az üzemanyagot, hanem az útdíjat is, és ezt az összeget ezt majd nyilván a vételárban vagy a fuvardíjban fogja tudni érvényesíteni. A kettő közötti időintervallumot próbáljuk meg átsegíteni a fuvarozókat ebben a finanszírozási helyzetben, így aztán egy kamiononként maximum 1 millió forintos hitelkeretet tudunk biztosítani nekik, ami szintén állami támogató.